Rostás László, vagyis Toszi nehéz gyermekkort tudhat maga mögött. Igazi szüleiről semmit sem tud, de már nem is foglalkozik azzal, hogy miért alakultak így a korai évek. Már kamaszként belekóstolt a munka világába, és itt talált rá élet céljára. Vendéglátás, de másként. Toszi közvetlen stílusa révén elkápráztatja a vendégeket, mindenkihez van egy kedves szava, a közös csevegés pedig a kiszolgálás része. Nemrég valóra vált az egyik álma, saját neve alatt futó büfékocsijából szolgálja ki a debrecenieket és a városba érkezőket. És hogy mi a következő álom? Ezt elmondja ő. Ez a Respekt negyedik adása. Üdvözlöm Önöket, Tisza Tibor vagyok. Ez itt a Respekt, az Alföld TV beszélgetős műsora. Mai vendégem Rostás László, vagy ahogy Debrecenben ismerik, Toszi, street fooder. Szeretném, Toszi, hogyha elmondanád, hogy honnan jött ez a becenév neked. Üdvözöllek. Sziasztok. És hát bízom benne, hogy tegeződhetünk, hisz azért sokkal fiatalabb vagy, mint én. Majdnem egykorúak. Hát azért. Szóval, hát ez a név még általános iskola alsó osztályába jött. Túl sokat csajoztam. Aha. Volt egy tesi tanárom, aztán rám szólt, hogy ne tosszam a lányokat. Na, azóta megmaradt a Toszi név, és ez így ment végig a tánccal együtt. Most meg így ismernek, hogy Toszi. Direkt nem kérdeztem meg műsor előtt, hogy miért van ez, mert itt lelőtt a poén, de akkor lehet fel se tettem volna, hogyha ez a története. Mert ezzel nincsen probléma. Nem biztos, hogy egy vállalható egy ilyen műsorban, de hát... Tudják már... sokan. Igen? Úgyhogy nincs probléma ez. Debrecenbe? Debrecenbe is. Meg Hosszúpályba is, gondolom, hosszú, hogy... Azt nem tudom. Ott nem tudod? Az... Pedig ott születtél, ha jól ott tudom. Születtem, de igyekszek itt maradni Debrecenben a hírnevemmel is tovább jutni, nem visszább jutni. Ez szép. És itt Debrecenben hogy találtad meg a számításaidat, mikor ide kerültél? Ha jól tudom, nevelőszülőknél nevelkedtél? Nevelőszülőknél nevelkedtem, nehéz volt, de... Nagyon sok gyereket láttam, aki nevelőszülőknél van, ahova jutottak, kit vitt előre a drog, kit vitt előre az alkohol. Na hát én pont az ellentétei akartam lenni, ezért igyekeztem minél hamarabb kiválni onnan a nevelőszülőknél, ahhoz, hogy elérjem a célomat. Aztán lassan jó úton vagyok. Igen, hát szerintem is azért most amilyen hírneved van itt a városban, azt gondolom, hogy azért 24 évesen ez megsüvegelendő. Mesélj már még egy picit arról, hogy ha jól tudom, van egy öcséd is. Van, igen. Egy évvel fiatalabb, mint én. És vele kerültetek fiatalon nevelőszülőkhöz. Így van, ő 3 volt, én 4 éves voltam, amikor nevelőszülőkhöz kerültünk. Ő teljesen máshogy van ezzel az egésszel. Majd én leszek az, aki segít neki, hogy a céljai meglegyenek. De most jelen pillanat én vagyok az, aki előrébb megy. Ő meg vár most talán egy kicsit. Én meg majd segítek neki. És hogy van benned ez az erő, vagy ez az energia, hogy önállósodjál? Hogy érezted, mikor érezted ezt elsőként, amikor azt mondtad magadba, hogy neked önállósodni kell? Hát akkor, mikor voltak ilyen szülőlátogatások az igazi szüleimmel, aztán láttam, hogy ők, ha önállóak, milyen úton vannak? Hát a legrosszabb úton vannak. Szerintem most is. Mondhatom, vagy nem, lehet, hogy börtönben vannak, lehet, hogy nem tudom hol. Na, nekem ez az, ami erőt ad, hogy pont ne ugyanolyan legyek. Ilyen elrettentő példa volt pontosan számodra az így ő van életük. Így van, aztán ezért igyekszek. Én teljesen elkerülöm az ilyet, nem iszok, nem drogozok, cigizek, ennyi problémám van, de jó úton járok, hogy ne sokat. Hát drága is a cigi, úgyhogy lehet, úgy jobb is lemond róla az ember. Igyekszek, de hát a vendéglátás ezzel jár, a cigi, a stressz. Ha nem cigiznék, nem stresszelnék, nem tartanék lehet itt. Igen, és hát már fiatalon elkezdtél dolgozni, már 10 évesen talán? Hát körülbelül eljártam, igen. Jártam, és... segédmunkás is voltam, dolgoztam a Cinema City-be. Igyekeztem mindig azt elérni, hogy ne más adjon nekem, hanem magamnak is meg tudjam teremteni. Úgyhogy sokan gondolják, hogy jaj, mennyi pénze volt, meg hogy jutott el idáig, biztos segítettek, de ha én nekem ez az erő nincs meg, akkor lehet, hogy nem vagyok ott. És a környezetedben élők hogy viszonyultak hozzád? Abzal, hogy neked úgymond egyedül voltál, nem voltak úgymond igazi szüleid, csak mondjuk nevelőszülők, vagy esetleg utána már ők sem, segítséggel fordultak hozzád, vagy inkább
elítéltek, vagy nem foglalkoztak veled? Milyen tapasztalataid vannak? Vannak, akik elítéltek, nem a szülők, hanem barátok vagy bárki. Elítéltek, mert mindig azt gondolták, hogy az én terveim nem lesznek jók. Vagy jaj, milyen dolgokról álmodozok, mint ami most van például. De ez adott erőt. Úgyhogy ezért vagyok ott, megint azt mondom, ezért vagyok ott, ahol vagyok. Nem vagyok a toppon, de mégis igyekszek. És bármikor ott vagyok, hogy a leggyengébb ponton, akkor erre gondolok, hogy más nem, meg más azt mondta, hogy mégse. Nekem mégis sikerült. Nagyon sok ilyen történet van, hogy le akarták beszélni az álméről az embert, és utána meg sikerült neki. Hát remélem, hogy azért ez még csak a kezdet, mert hogyha... Én is remélem, igyekszek. Úgy gondolom, hogy most neked azért lett egy saját éttermed, és ezzel kapcsolatban egy picit beszélj már erről, hogy ez hogy jött, mint jött, meg hogy jut el az ember odáig, hogy azért dolgozzon egy alkalmazottként, és utána eljusson addig, hogy nyisson egy saját éttermet. Hát nagyon sok idő, tanulás, dolgoztam, éveket dolgoztam rengeteg vendéglátós helyen, kezdtem Siófokon, jöttem Debrecenbe, oda-vissza járkáltam. A nyári munkámat, a nyári szezont, még régen, 2016-15-ben ott csináltam a szezonokat. Aztán, mikor jöttek ezek a rosszabb idők, akkor jöttem Debrecenbe. Nagyon sok helyen elfogadtak. Nem sokszor volt baj a probléma a munkámmal, igyekeztem. Ha bárhol dolgoztam, mint alkalmazott, legbelül azt gondoltam, hogy van egy kis közöm ehhez a helyhez, nem csak egy alkalmazott. Aztán így megtanultam azt, hogy... Magadénak érezted a pontosan helyet mindig, így van. Ahol voltál. Ez nem volt ezzel probléma. Sok főnököm azt mondta, hogy úgy csináld, ahogy jó. És ők látták azt, hogy jó. Jöttek emberek, megkerestek, jól csinálom, mert azt gondoltam, hogy az enyém. De addig próbáltam, még olyan emberek nem jöttek, mint aki most van, kedves barátom, Tajta Attila. Igen. Ő volt az, akinek van egy álma, ami nekem is ugyanaz az álmom, aztán most megvalósítottuk ketten, nem teljesen, de igyekszünk ahhoz, vagy azon az úton vagyunk, amiből tudunk menni tovább. És a kicsi álomból lesz jó nagy. És azt remélem azért tisztában vagy vele, meg hát ezt már tudjuk, sok ilyen példa van, hogyha valaki egy személyes sztorit csinál, mert a tiéd valahol egy személyes sztori, tehát a te neveddel van fémjelezve, te vagy az arca ennek, akkor azért szinte mindig ott kell lenni, elvárják az emberek, hogy te csináld nekik a kebabot, vagy te csináld nekik így a hamburgert, van. És azért ez eléggé sok energia mindig ott lenni. Ezt magamról tudom, hisz én is egy ilyen vállalkozásban tevékenykedem, hogyha nem vagyok ott, akkor az már nem olyan. Ezt hogy gondolod a jövőben? Tapasztaltam hogy... ezt alkalmazottként is, de addig megyek, még az nem lesz, hogy már az arcom elég valahova. Nekem annyi kell, hogy a minőség meglegyen. Ha a minőség megvan tartva, akkor én is ott akkor vagyok. Mindegy, hogy ki csinálja. Nem lesz mindegy. Az a baj. Az a baj. Nagyon nehéz út van előttünk, de mégis addig fogunk menni, még olyan sikeres nem lesz, hogy elérjük azt, amit akarunk. Ehhez még nagyon sok idő kell, meg emberek. És mi az, amit akartok? Mit szeretnénk? Uh-huh. Egy jó nagy franchise rendszert. Ami ugyanolyan, ami arról fog szólni, hogy büfékocsi, és ha megvan az elegendő büfékocsi az országba szerte, onnantól tudunk nyitni egy nagy éttermet. Lehet, hogy most megnyílt egy Burger King, de lesz ebből is Tosi Bistro. Úgyhogy addig menjünk, még ez meg nem valósul. Ez nagyon szuper, hogy így gondolkodsz, és ilyen motivációid vannak, és ilyen nehéz sors után, vagy nehéz sors közben is megmarad. Ez van olyan, ami már letörte úgymond a szarvad, ami miatt azt mondtad, hogy hát én nem tudom azokat az álmokat megvalósítani, amiket kitűztem magam elé? Volt, de mindig vannak előttem olyan emberek, akiknek elég a megjelenésük. És onnantól kezdve elég az, hogy tudjam, hogy na, még van előre. Tehát ők adnak neked erőt. Adnak erőt. Nekem elég egy megjelenés. Nekem velem nem kell leülni beszélgetni. Én nekem nem kell szép üzenetek. Nekem csak egy mosoly elég, és onnantól tudom azt, hogy nem csak a rossz van. Úgyhogy addig igyekszek, még jó nem lesz, és hogy mondjam. Elég egy megjelenés. Ha én azt tudom, hogy valaki elém áll, és
tudom a hátterét, hogy ő honnan indult. Hasonló helyzetből, de jó, mégsem, csak közelít az én helyzetemhez, akkor tudom azt, hogy van fentébb. És hogy sikeres lett, és az neked egy motiváció és erőt ad, hogy ő is meg tudta csinálni, akkor te is meg tudod csinálni. Így van. Meg fogom tudni, mert tudom azt, hogy nincs lehetetlen, és sosem akarok gazdag lenni. Nem azt akarom, hanem azt, hogy ismerjenek el. Ha elismertek, akkor vagyok gazdag. Én nem azt akarom, hogy sok pénz legyen a zsebemben, amiből azt se tudom, mit csináljak, hanem azt szeretném, hogy bárhol megyek, az emberek úgy ismernek engem, hogy mosolyognak rám, amit én eddig adtam az embereknek, és még fogok jó sokáig. Igen, és hát ez a street food, ez nem csak arról szól, hogy kiadod az ennivalót, megcsinálod, hanem ez valahol egy ilyen show is. Így van. Az azért embereknek valahol ebbe is van a titkod, szerintem. Én úgy ez gondolom. Ez egy recept. Ez egy recept a kajához. Ha ez nincs benne, ez kimarad, ez az összetevő, akkor onnantól bukta az egész. Uh-huh. Úgyhogy a Tosi Bistro Debrecen az nem csak kiadja a giroszt meg a hamburgert, hanem szolgáltatást nyújt. Ez a szolgáltatás, ez ahogy már hallottad többször is, hogy egy showt adunk elő. Nekünk az kell. Ha az nincsen, akkor becsődöltünk. De még ott vagyok, és ezt tudom tartani, és olyan emberek jönnek, akik ugyanúgy azt a színvonalat tudják adni, amit én adtam eddig, akkor onnantól kezdve nagyon jó. Még azt is mondhatnánk, hogy talán ez még a minőségnél is fontosabb? Az egyik legfontosabb. Mert őszinte leszek, tudom, hogy kell eladni egy jó kaját, tudom, hogy kell eladni egy rossz kaját, de ha rossz kaját úgy adom el, hogy egy kis mosolyjal, meg egy kis vidámsággal, amit máshol nem kap meg, lehet, hogy megkap máshol egy olyan kaját, ami 5 csillagot vagy 10 csillagot érdemel, de valaki bunkón adta oda, akkor nem lesz jó. De ha én odaadom neki azt a 10 csillagos kaját, meg odaadom a 10 csillagos magamat, akkor onnantól kezdve az már 20 csillag. Igen. Úgyhogy vannak titkai, és ezek azok a titkok. És emiatt is lehet remény abban, hogy ez nagyon sokáig elmegy, mert igazából akkor mondhatjuk, hogy ez a rendszer úgy lesz felépítve, hogy te valahol pótolhatatlan vagy benne. Így van, de úgy csinálom, hogy ott is legyek mindenhol. Már azt elkezdtük csinálni, hogy az arcom ott van mindenhol. Még nem mindenhol, most egy helyen van még, de a jövőben ott lesz az arcom mindenhol. És ha azt tudják az emberek, hogy már hova mennek, ugyanazt fogják kapni, amit a Tosi-tól, onnantól kezdve menni fognak. És tudják azt, hogy nem csak a minőséget kapják meg, hanem azt a vicces embert, azt a boldog embert, meg azt a szórakoztatót, amit kaptak a kajához. Lehet, hogy nem finom valami, de ha valakit boldoggá teszek, vagy valakinek jó napját, feldobom a rossz napját, akkor mosolyogva fogja megenni, és nem is azt figyelt, hogy milyen a kaja. És még lehet őszintén el is mondja, hogy nem is annyira ízlett, de viszont jól éreztem van, magam, és akkor abból meg te tanulsz, hogy így esetleg van. Legközelebb másképp így készíted el. Így van, de hála Istennek nem volt még olyan, hogy rossz a kajám. Eddig nagyon jót nyújtottam mindenkinek. Eltelt körülbelül 2 hét a nyitás óta, folyamatosan minden egyes nap új visszajáró vendégünk van. Úgyhogy ez egy nagyon jó igen, dolog. Igen, ez egy fontos dolog, hogy azért ezt nem csak egyedül csinálod, és én hiszek abba, hogy egy brandépítés, vagy egy olyan ember, aki esetleg magát tolja előre, az nem csak attól valaki, hogy nem csak attól lesz jó a termék, vagy jó a szolgáltatás, hogy saját magát kezdi el fényezni, hanem itt azért egy csapatról van szó mögötted. Én nem szeretném magamat, ezt mindig is mondtam, megjelent már 1 cikk, 2 cikk, 3 cikk, most lesz egy megint, abban külön elmondtam, megkértem, hogy a Tajta Attila, ha nincsen benne, akkor nincs. Mert ő, ha nincsen, lehet, hogy 4 év múlva megvalósul, vagy 3 év múlva a Tosi Bistro, de lehet, hogy nem. Meg nem ilyen minőségben. Nem ilyen minőségben, így van. És most itt van, úgyhogy azt mondom, hogy ha ő nincs, akkor nincs ez. Lehet, hogy lesz egy hírnevem, de nem tudok vele tovább menni, ha nincs Attila most például. Hát ez a fontos, hogy majd én azt kívánom nektek, hogy ez maradjon meg azért ez hosszú távon, hogy így gondolkodsz, mert azért az üzlet azt tudjuk, hogy több irányba elviszi az ember, de ha az ember mindig tudja, hogy honnan indult, mint ahogy te is azért igyekszek neked tartani ezt a gondolatot. Kell ezt tartani, mert valahol azért, ha valaki tudja ebben a szituációban, meg főleg akkor azt te vagy, hogy milyen nehéz
fölkapaszkodni, vagy sikert elérni. És hát ilyenkor az ember, amikor fönt van, akkor elfelejt sokszor dolgokat. Tehát bízom benne, hogy nálatok azért ez másképp lesz. Így van. A legnagyobb dolog, amit most tartani kell, az a színvonal, meg a közös munka. Ha valamelyik megszűnik, akkor minden mit adunk. Úgyse lesz jó valami. Nem csak a kaja eladása, nem csak az, hogy menjen a bisztró, hanem a kapcsolat, a barátság. És párkapcsolati szinten van barátnőd, vagy feleséged? Van. Nincs feleségem, majd lesz, hamarosan. Van egy párkapcsolatom, 4 éve, körülbelül 4 éve. Akkor ő már végigkísérte neked ezt a sikersztoridat, hát fogja úgymond. Fogja is úgy, hogy... Na, ez jó hallani. Úgy sem engedem. Nem engeded el? Nem szabad. De a hosszú kapcsolat titka sok munka. A kapcsolatom, vagy a kapcsolat melletti nem, munka? Nem, a kapcsolat melletti munka. Nincs időnk veszekedni, nem szoktunk veszekedni, úgyhogy teljesen hibátlan. Úgyhogy igyekszek tartani. És milyen álmaid vannak még? Mik a terveid a jövőben? Van még olyan dolog, ami esetleg ezen kívül, hogy egy ilyen franchise-t építs, emellett meg akarsz valósítani, attól függetlenül persze, hogy magánélet, hogy gyerek, házasság, hanem munkaterén? Vannak ilyen céljaid, amik esetleg nem pénzben mérhetőek, hanem elismerésben? Teszem azt, szerepelni a televízióban, vagy akár egy videó megosztón több nézettséget elérni, ilyen dolgokra gondolom. Ez egy jó dolog, meg szeretném is, de hál' Istennek van egy olyan arcom, ami vagy vicces, vagy nem vicces, vagy komoly, vagy nem komoly, de van most a TikTok, ott a hülyeségemből elértem azt, amit akartam, még nem teljesen. Sok ember azért csinálja, hogy fizessenek érte, én nem várom el, nem is tudom, hogy kell, nem is néztem utána, hogy jaj, fizetnek-e érte, van ennek egy titka, hogy ha live-ozol, vagy bármi ilyen van, akkor fizetnek. De én nem live-ozok, én nem az az ember vagyok. Én az az ember vagyok, aki feltölt egy tartalmat, vagy viccesnek találják, vagy tanulnak belőle az emberek, de mégis azért néznek, mert érdeklem őket. Meg hát használod arra, hogy népszerűsíts magad, ezáltal népszerűbb így van, a szolgáltatásod, ezáltal többen mennek így hozzátok, van. És jobb életed lehet ezáltal. Így van, azért, mert azért jönnek többen hozzánk, nem azért, mert a TikTokon ismert vagyok, hanem azért jönnek hozzám, meg ki akarják próbálni azt, amit látnak. Kíváncsiak arra, hogy tényleg ilyen ez? A fiú élőbe is, vagy csak ezt posztolja, mert bolond. Hát igen, mert annyi szerencséd, hogy a TikTokon nem lehet megkóstolni az ételeket, tehát ahhoz el kell menni így hozzá. Van, ez egy jó dolog, ez mindenhol ez van. És hogyha megvizsgálod az eddigi életedet, akkor mi a legnagyobb siker benne? Az, hogy kitörtél esetleg, vagy inkább az, hogy párkapcsolatban vagy, és működő párkapcsolat. Mit élsz te meg a legnagyobb sikernek? Emberi kapcsolatok terén, vagy bármi terén? Nagy arccal mondom, de hát én most elég sikeres vagyok. Én lehet, hogy nincsen olyan sok pénzem, nincs pénzem. Nehéz fizetni a lakást, nehéz fizetni, de nekem én elég sikeres vagyok azzal, hogy van egy barátom, van egy barátnőm, kell még valami? Munkád. Munkám is van, de az igen. Már másképpen van. Nem igen. Dolgozok kinek. Egy részben magamnak dolgozok, a másik társam meg magának dolgozik. És ezt a kettőt összerakjuk, akkor ez a siker. Meg ahogy kiveszem a szavaidból, szereted a munkádat. Tehát ez a szenvedélyed, valahol ez a hobbid is. Így van. Hát meg a tánc, de az most egy kicsit megállt. Aha. Mert most táncolsz fordítom. Hát már 14 éve. Igen. És milyen formában? Hát van egy táncsapat Debrecenben, a Debreceni Freestyle Dance Club. Most jelen pillanat szünetelünk, mert mindenki erre fordítja az idejét, hogy a munka, csak azért, hogy vigyük tovább ezt a tánccsapatot. Nagyon régen indult, voltam egy táncversenyen, elhívtak oda, vagyis én nyertem egy táncversenyen, bekerültem oda. Én azóta ott vagyok, rám is tetováltattam, mivel az már 14 év pluszt adott nekem az életembe. Elég sikeres volt, ez is azt mondja, hogy igen, sikeres voltam, leszek és vagyok, meg így még sorolhatnám. Úgyhogy igyekszek tartani, csak most pihenünk egy kicsit. Lehet össze kéne kötni a kettőt, táncos street food, erre még nem találkoztam. Lehet, hogy
Hallottam már ilyet. Igen? De még én sem akarok találkozni. Még. Az akkor még messze van. Messze ahhoz van. Kell egy nagyobb kocsi. Abban kellene igen. Táncolni, az igen. Jó lenne. A kettőt nem lehet. Ha megvan az a, ha megvan a brand, akkor jöhet a tánccsapat, aki az én arcomba táncol. És tudják, hogy az én vagyok, ha bárhol megjönnek. Na hát akkor itt a kérdésemre a válasz is lehet ez, de azért csak felteszem így az utolsó kérdésemet, hogy 20 év múlva hogy látod magad? Mivel lennél elégedett? 20 év múlva? Ha elmegyek Budapestre, elmegyek Debrecenbe, vagyis eljövök Debrecenbe, vagy elmegyek Miskolcra, Sopronba, teljesen mindegy, Magyarországon, bárhova, akkor azért megyek el, hogy ellenőrzöm azt, amit elkezdtem. Azt a franchise rendszert. Csak bemegyek, és mosolyogva fogadnak az alkalmazottak, engem meg Attilát, hogy megjöttek a főnökök, és mi azt adjuk, amit lehet máshol nem kapnak meg. Lehet, hogy most azt gondolják sok helyen, hallottam már, ó, de szemét ez a főnök, ó, nem fizet, ó, nem fizet, hallottam már ilyenről, de én pont az ellentétét akarom mindennek. Én elmegyek, és azt mondják, ó, itt a főnök, jaj, de jó. Na, 20 év múlva, én a főnöke leszek nagyon sok embernek, Attila is a főnöke lesz sok embernek, és onnantól kezdve ketté tudunk válni, ellenőrizni. És akkor már nem fog hiányozni a munka? Így is, úgy is be fogok állni valahol dolgozni. Az egyik legnagyobb étteremben. Na, akkor azt kívánom neked, hogy sokáig... Nagyon köszönöm, igyekszek. ...menjen ez a franchise, és álmaidat valósítsd meg, és 20 év múlva beszélgetünk megint akkor erről, hát, hogy... Remélem, még hamarabb. ...hova jutottál, és még 20 év múlva mik lesznek a terveid. Így van. Úgyhogy igyekszek, minden évben megyek. Minden évben nyitok egyet. Úgy legyen. Nyitunk, bocsánat. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Ez volt itt a Respekt, az Alföld TV beszélgetős műsora Rostás Lászlóval, alias Toszival. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!